Városi döntővel indult a december Pécsett. A Pécsi Református Kollégium általános iskolája és a PTE gyakorló fiúcsapata, valamint a PTE gyakorló és a Bártfa utcai általános iskola lánygárdája mérkőzött meg a városi bajnoki címért a harmadik korcsoportos kosárlabda diák olimpiai bajnokságban. A fiúk kezdték a döntőt, akik színvonalas, pörgős meccset játszottak. Tavaly a református iskola csapata az országos elődöntőig is eljutott, ahol egy győzelem és egy vereség volt a mérlegük. Idén is ők nyerték a városi fordulót, így biztos a helyük a megyei döntőben. Azért nem becsültük le az ellenfelet, de már tudtuk, hogy nem lesznek itt a tavalyi 2009-esek, akik ellen azért nehezebb dolgunk volt, de még tavaly sikerült egy ponttal legyőzni őket. Hát most kicsit nagyobb önbizalommal mentünk, és végül sikerült behúzni. Tavaly is voltunk, de a Dombóvár ellen sikerült nyernünk, viszont a Kaposvártól kikaptunk. A református iskola csapata összeszokott jó gárda, akik akár az országos döntőig is menetelhetnek. Ez a második évünk, ugye tavaly, ahogy említette a Gergő, ugyanezzel a gárdával igazából eljutottunk az országos elődöntőnek a második helyére, úgyhogy gyakorlatilag aránylag összeszokott, ami gond, hogy ebből a 12-ből gyakorlatilag kettő aktív kosárlabdázó maradt, de mindenki nálam kezdettek kosárlabdázni, úgyhogy összeszokottak sokan az osztálytárs, úgyhogy 5.-6. hasok. Meddig jutottunk el? Szerintem bármeddig, mert szerintem ők képesek arra, hogyha volt most jelen pillanatban egy beteg kisfiú, aki szintén nagyon meghatározó, tehát ha ő itt lesz, akkor szerintem a legjobb 8-ba el tudunk jutni. Meglátjuk, hogy itt a régióban milyenek az erőviszonyok, szerintem oda tudunk érni. A boldogság a lényeg, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek, meg szeressék, sajnos csak két csapat van a városban, ez azért elgondolkodható. A harmadik korcsoportosok, vagyis az 5.-6. osztályosok mellett a 4. korcsoportosok és a középiskolások is összemérik tudásukat kosárlabdában. Az 5.-6. korcsoportos országos elődöntőt december közepén Pécsett rendezik. Sajnos a csapatok száma kevés, ugye itt is most jelen pillanatban két-két iskola nevezett a harmadik korcsoportba. A 4. korcsoport lányoknál egy induló van csak, viszont hát 4 csapattal rendezzük a 4. korcsoportos fiútornát. A színvonal kapcsolatban, hát aki most látta ezt a mérkőzést, rendkívül kiegyensúlyozott, és tényleg jó színvonalúak, azt lehet mondani, hogy a csapatoknak van esélyük arra, hogy akár az országos döntőbe is beverekedjük magukat. A lányok döntőjét a harmadik korcsoportban a PTE gyakorló és a Bártfa utcai általános iskola csapata játszotta. A küzdelemből a gyakorlósok kerültek ki győztesen, így mind a fiúknál, mind pedig a lányoknál lesz visszavágó, ugyanis az első és a második helyezettek is ott lesznek a megyei döntő mezőnyében.